Modern és nemzeti címmel nyílt kiállítás a Karcagi Múzeumban. Az időszaki tárlat a szecesszió korának kerámiáit mutatja be. A mezőtúri és a kunszentmártoni fazakasok anyagát, tehát mezőtúrról Badár Balázs, és az ő tanítványa Bozsik Kálmán. Ők a legismertebbek ebből a körből. Az ő anyaguk, tehát megújította az alföldi fazakasságot, az ő munkásságuk. Ugyanúgy Zsolnainál tanultak, mint ugye a Kántor Sándorunk is Zsolnainál tanult, és ez a kiállítás ez most nyílik. A kiállítást a Kunszentmártoni és a Mezőtúri Múzeum anyagából rendezték a kollégák, és egészen tavaszig, tehát március közepéig látogatható lesz. A tárlaton látható kézműves remekművek a maguk korában még használati tárgyak voltak. Jól lehet, már akkor is műalkotás értékkel bírtak. Fontos maga a helyszín is, két kisváros van. Két kisvárosról van szó, talán Karcagot is mondhatom, hogy kisváros, bár mind a kettőnél nagyobb. Mindenki ismer mindenkit, mindenki tudta, hogy ki mit csinál, melyik iparos mivel foglalkozik. Ezek a kerámiák, amikor feltűntek, onnantól kezdve értelemszerűen egy-egy névhez, egy-egy családhoz, egy-egy műhelyhez nagyon könnyen köthetők voltak. És a másik része pedig a nemzeti, ugye ez a címnek a másik része a nemzeti, ez az a kor, amikor újra elkezdi Magyarország meghatározni azt, hogy mi a nemzeti. A kiállítás március közepéig látogatható. Ugyan a múzeum december 20-án bezárt, január 2. hetétől a tárlat újra látogatható hétfő és vasárnap kivételével minden nap.